Kedves testvérem, kedves barátaim! Az elmúlt alkalommal az apostolok cselekedeteiről könyvet tanulmányoztuk, a gyülekezetnek az erőforrásáról, a gyülekezetnek a hatalmáról, ami Jézus Krisztusból ered. És a legvégén volt egy feladat, egy megbízatásunk, hogy az ima listánkat bővítsük, vagy ha nem volt eddig, még kezdjük el. Ehhez egy kis segítséget is adhattunk. A kiáratoknál ma is meg lehet találni, ami teljesen üres még, legalábbis a nevek tekintetében, hiszen ez az, ami a mi listánk. Talán valaki büszke arra, hogy a telefonjában hány név van, milyen sokan hívhatják ők, vagy ő hányakat hívott. Hát főleg akinek olyan foglalkozása van, hogy sokakkal kell kapcsolatot tenni, valószínűleg sok neve van, és hát alig fér bele talán a telefonjába, vagy nehezen követhető. De mi van az ima listánkon? Mert hiszem azt, hogy Isten azért adott bennünket, hogy közbenjárók legyünk. És akármilyen hosszú egyébként az ima listánk, a közbenjárási listánk soha nem ér odáig, ami Jézus Krisztusé, hiszen ő az egész világot oda vitte a kereszten, az Atya elé, mindenkiért meghalt. Az ő listája mindenkire kiterjed. Természetesen az, hogy valakiért imádkozunk, valakiért közben járunk, nem azt jelenti, hogy minden meg fog változni az életében, de a lehetőséget biztosítjuk számára az Isten oldalán. Közben járunk érte. Neki is ezt el kell fogadni, mint ahogy a Jézus Krisztus kegyelmét is. Mindegyikünkért meghalt, de akkor lesz az az ajándék a miénk, ha elfogadjuk. Van olyan, hogy valaki hatalmas nyereményt nyer valamilyen játékon. Azt mondják, hogy megnyerte, de igazából csak akkor lesz az övé, ha át is veszi. Ha igazolja, hogy ki ő, és akkor átveszi. Ha nem, akkor elveszett. Hiába megnyerte, mégsem lesz az övé. Akár több milliárd értékű utalom vagy nyeremény. Jézus Krisztus elkészítette nekünk, ami egy egész életet, örök életet jelent számunkra, tőlünk függ, hogy hogyan vegyük át ezt. És igen, az ima átkozásunk ott kezdődik, hogy ki az, aki mellettünk van, a családtagjainkért. Jobbról azt olvassuk a Bibliába, aki a szenvedése példa számunkra, hogy igaz ember volt, és ezt a mennybe is tudták. Az igazságához az is hozzátartozott, hogy komolyan vette az ő közbenjárását, mindig folyamatosan megtette azt, hogy a családjáért, minden gyermekéért közben járt. Hát, ha bűnt követnek el. Hát, ha. Komolyan vette újból és újból. Ez hozzátartozott a hitéhez, az igazságához. Ezért világíthatott az ő élete. Én azt hiszem, hogy a családunk felé szolgált, férfiaknak elsősorban, de ugyanúgy minden édesanyjának is, nagyszülőnek egy hihetetlen nagy lehetőség. Nem lehetsz olyan szegény, hogy ne legyen Istentől adott lehetőséget az imádságra. Hogy ne legyen egy imádságot. Nem lehet olyan kevés a tarsolyodban vagy a pénztárcádban, hogy ne legyen egy áldásod. Egy áldásod, amit elmondhatsz. És nem a panaszkodást veszem elő. Jákob megérkezett Egyiptomba, szegényen úgymond, vagy legalábbis hát éppen éhezve, mert éhénység volt a területén. A fia már ott várta a gazdagságba, de ott volt a fáraó, aki az akkori világ leggazdagabb ura volt, és pont József segítette ahhoz, hogy szinte minden az övé lett. Ahhoz képest Jákobnak semmije nem volt, ugyan befogadott ember volt. És ki áldott meg kit? Jákob áldotta meg a fáraót. Neki semmilyen volt, nem volt látszólag, mégis ő tudott adni, mert áldása neki volt. Nem lehet olyan kevés időd egy nap, hogy ne legyen áldásod mások életére. Ha nincs, akkor azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szegény vagy. És azt, hogy nem kértél el semmit abból az örökségből, amiről most olvastunk, az Isten országából, ami a tiéd. Olyan nincs, hogy egy hívő ember odáll az Isten elé, könyörög, és ne kapjon áldást, és ne kapjon útmutatást. Olyan van,
hogy nem állok oda, és nem adok időt az Istennek erre. Még az Istennek sem. De amikor hagyom, és odafigyelek rá, egészen addig, amíg ő nem jön el a szívemig, a lelkemre nem beszél, addig ő biztos, hogy megteszi ezt. És a reformáció erről szólt. Hogy nem igaz, hogy csak üres istentisztelet lehet az ember élete. Nem igaz, csak, hogy a vallásos élet csak arról szólhat, hogy bizonyos szokásokat megtartunk. A szokások rendkívül fontosak az életünkben. Soha se becsüljük le, tele van az életünk nagyon fontos szokással. Mert szükségünk van rá. Nincs olyan, hogy össze-vissza csináljuk az életünket, mert szokásokból állnak. Csak nem lehet az, hogy az életünk felett a szokások legyenek az urak. És leginkább ez nem igaz az Istennel való kapcsolatunkban. Ha megnézzük a Biblia csodáját, láthatjuk, hogy annyi féleképpen tisztelték és imádták, annyi korban az Istent. Más-más módon gyógyított mondjuk Jézus Krisztus. Nem egyféleképpen, nem ugyanúgy. Máshogy mutatta meg az ő hatalmát az egyik, és másképp a másik esetben. Másképp vezette Isten az ő népét a pusztában, és másképp, amikor megérkeztek már az ígéret földjére. Másképpen szólt az egyik prófét, a másik. A lényeg ugyanaz volt, hogy mindegyik Istentől jöjjön, és Isten vezetése legyen benne. És nem igaz, hogy csak abból áll a hívő élet, a vallásos élet, hogy bizonyos törvényekhez ragaszkodunk, az kiderült nagyon hamar Isten népe között, bemutatta az Isten, hogy nem működnek a törvények. Mármint abban az értelemben, hogy az életünk tényleg Isten előtt kedves legyen. Meg lehet próbálni, de kiderül, hogy kevesek vagyunk hozzá. Nem tudunk mindent betartani és betölteni. Ezért kellett eljönnie valakinek, egy embernek, aki az egészet betölti, teljesé teszi, és aztán az életünkre nézve is igaz lehet ez. A reformáció ott indult el, hogy volt teremtés. Volt egy formáció, amit az Istentől kaptunk. Aztán eljött a bűnbeesés, ami deformálta azt, amit Isten megalkotott. Elrontotta. Nem ugyanolyan lett, mint ahogyan az Isten eltervezte, megálmodta, és ebben a deformálódásba jött el a lehetősége annak, hogy visszatérjünk az Istenhez. Ezt hívjuk megtérésnek. A megtérésnek a másik oldala, amit az Isten tesz velünk, az az újjáteremtés, az újjászületés. Ez a reformáció. Helyreállítani azt, amit az Isten elkezdett benned. Helyreállítja Isten Jézus Krisztusban azt, amiért megszülettél. Amit megálmodott az életedbe. Ha veszünk egy csodálatos új ruhát, az maga a formáció, amit elkészített valaki, és mi lehetünk az elsők, akik azt használjuk. Aztán sajnos összekoszlódik a ruha. Tehát szükségünk van utána arra, hogy kimossuk. Ez a reformáció. És ezt a lelkünkkel egyedül Isten tudja megtenni. Semmi más nem tudja a lelkünket megtisztítani. Megpróbáljuk azt, hogy fölmentjük magunkat a bűneink alól. Az egyik nagyon jó év erre, hogy jobb vagyok másoknál. Ez annyi embert ment föl. Csak azt nem tudja, hogy mi alól. Hát a bűne alól biztos, hogy nem. Csak legfőképpen az, hogy mások összehasonlításában úgy gondolja, hogy jobb lehet. De ettől nem tisztult meg a lelke. Nem lett jobb ember. Nem lett Isten szerint való ember. Mennyiszer kell elmondani egy akármilyen szöveget, hogy azok megtisztítsanak engem. Akárhányszor elmondom, a lelkem nem tisztul meg. Hiszen azt egyedül az Isten szelleme, Isten lelke tudja megtisztítani, hiszen ő alkotott, és ő tudja ezt is elvégezni az életemben. Ez a reformációnak a hatalmas ereje. Hogy Isten szava, Isten igéje, Isten szent lelke ma is munkálkodik és dolgozik. És ez az, ami bármikor a te életedben is megújulást hozhat. Ha az Isten igéhez visszatérsz, ha egyre jobban vagy egyáltalán odafizelt Isten vezetésére a szent lelkre, ez a kettő tökéletesen elég ahhoz, hogy az életed megújuljon. Hát utána jön még majd egy harmadik lépés, hogy te is engedelmes leszel mindennek. A mennyei atyán megismerésének van egy folyamata.
Egy gyermek, amikor megszületik, ismeri a szüleit, mondhatjuk azt. Már az anya mélyben hallja az édesanyja hangját, meg talán az édesapjáit is. Pontosan ismeri. Mégsem mondjuk azt, hogy hát teljesen ismeri a szüleit. Egy élet kell ahhoz, hogy kiismerjük a szüleinket, vagy legalábbis hát sok minden dolog. Van olyan történet, akár a szüleimről, édesapámról, amit most hallottam először. Most már 53 évesen. Egy élet sem elég, hogy a másikat megismerjük, de az Istennel is kapcsolatban pont így vagyunk. Ennek egy folyamata van. Pillancsunk bele János Evangélium 14. rész 8.-9. versében. Jézus Fülöppel beszélget, és Jézus, Fülöp azt mondja, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég lesz nekünk. És Jézus azt mondja, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Fülöp az egyik tanítvány, ott van Jézussal, napról napra hallgatja a tanítását, és mégsem ért meg mindent. Még csak a legalapvetőbb dolgokból is azt, hogy Jézuson keresztül az atyát láthatja. Segíteni kell neki, ez egy folyamat az életünkben. Ezen ne csodálkozzunk. Nem az a gond esetleg, hogy mi még csak hol tartunk ebben a folyamatban, hanem ha nem fejlődünk, ha nem lépünk előre, ha nem megyünk tovább azon az úton, amit az Isten adott, hogyha nem engedelmeskedünk számomra, az egy betegség, egy lelki betegség. De akárhogy is van, akárhol tartasz, Isten azt szeretné, hogy tényleg növekedjél, fejlődjél benne, egyre inkább szerinte él. Erről szól Pál apostol, illetve a Szentlélek, a Kolossé beliekhez is, hogy akárhol tartanak a hitéletben, ebben növekedni kell. Ez a reformációnak is lényege. Szüntelenül változás, az Isten szerinti változás. Nem csak az, hogy több leszek, hanem hogy mélyebb lesz a szeretetem, a hitem is, és az elkötelezettségem is. Létkérdés egyszerűen számunkra, hogy valójában és helyesen megismerjük az atyát, megismerjük Jézus Krisztus. János Evangélium 17. rész 33. versében azt olvassuk, amikor Jézus ezt mondja, hogy ez az örök életnek a lényege. Az pedig az örök élet, hogy ismerlek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Ez az örök élet. Ez a legtöbb, amit úgymond megismerhetsz, mert ezzel az élet tágul ki, amikor Isten ismered meg egyre jobban. Ha van vágy a szívedbe, a lelkedbe, akkor ne engedd, hogy ez bármi elolcsa. Mert miközben Istent egyre jobban megismered, úgy tágul ki majd a világ, és úgy fogod egyre jobban látni Isten szemével is a világot. És ennek van egy folyamata. Az egyik, az első lépés a megtérésem. A megtérés nem más, mint odafordulok az Isten felé. Akár hátat fordítottam eddig Istennek, akár elbújtam előle, akár csak nem törődtem vele. A megtérés azt jelenti, hogy odafordulok felé. Elkezdek felé menni, hozzáigazodni. A gondolkodásomban, a szívemben, a hozzáállásomban. És ez egy hitáltali út lesz. Hiszek Istennek, és elhiszem azt, hogy az az jó, amit ő mond nekem. És ebből mindig tettek fakadnak, ezek egybejárnak. Vagyis elkezdek tanulni tőle, elkezdek bízni benne, és elkezdek egyre inkább engedelmeskedni neki. Nagyon érdekes, ahogy Jézus Krisztus ezt megfogalmazza, illetve ami behív bennünket. Máté Evangélium 14. részének az utolsó verseiben, a 28.-29. versben azt mondja, hogy van olyan, hogy az életünk nagyon elfáradt, megterhelt lesz. Én azt hiszem, olyan korban élünk, amikor egyre több gép segíti az életünket, és egyre leterheltebbek vagyunk. Ez olyan furcsán tűnik, hiszen nagyanyáink nem tudtak mosógéppel mosni, és mégis úgy tűnik, és rengeteget kellett, hogy mossanak a családja, mégis valahogy máshogy tudták beosztani az idejéket. Már nekünk van mosógépünk, van különböző eszközeink, amik segítik a munkánkat, mégis mintha egyre több felelősségünk lenne, egyre leterheltebb lenne az életünk, és nem csak így éljük meg, hanem minden felmérés, minden kimutatás ezt hozza elő. Magyarul ugyanúgy szól hozzánk az, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy amikor ezt átéljük, hogy meg vagyunk fáradva, meg vagytok terhelve, azt mondja, hogy tudok megoldást az életetekre.
Keresgethettek máshol is, találhattok részmegoldást, de megoldást tudtok, megnyugvást tudom adni nektek. A lelkünk az az első, amit helyre kell, hogy kerüljünk. Szívünk és a lelkünk. És azt mondja, jöjjetek én hozzám, és a 20 következő vers még, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, megnyugvást találtok a lelketeknek. Milyen érdekes az, hogy megnyugvást mond Jézus, és egy feladattal bíz meg. Szó szerint azt jelenti, hogy vegyétek magatokra az én igámat, ezt lehet másképp is érteni egy kicsit, mintha jönne Jézus, és adna egy igát, amivel terheket húzunk a nyakamra, és akkor nincs elég bajod, még adok neked egyet. De nem erről szól. Benne van, csak nem biztos, hogy mindig értjük. Azt mondja, hogy rajtam van egy iga, mármint Jézus Krisztuson. És gyere, te is állj be mellém. Ez szó szerint ezt jelenti. Meg egészen másképp néz ki, hogy az, amiben ő, amiért eljött a földre, azt mondja, hogy te életedet, a megnyugvásodat akkor találod, hogy te is megtaláld a helyedet, az itt van mellettem. Az én igámat. Tehát így nem rám rakja, hanem ott, ami ott van, mellé lehetek. És azt mondja, hogy megtanulom tőle, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Mostában éppen többször, ha bár gyerekkoromban volt ilyen látványom, többször láttam ilyen szélhámost, már úgy szó szerint, amikor egy kis csikót befogtak a fogadba, és mellé tették szélhámosként, hogy megtanulja, hogy kell a többiekkel együtt haladni. Persze ez átvitt értelemben mást is jelent, de hogy odaállok Jézus mellé, nagyon sokszor ilyen szélhámosként össze-vissza fogok menni, de ha oda szegődök az Úr mellé, akkor meg tudom tanulni tőle. Ott mellette, hogy mikor mit tegyek. Akkor nem magam akarom megoldani a dolgot, hanem mindig meg tudom kérdezni azt, hogy akkor hogy legyen, rá tudok nézni. És azt, hogy tanuljátok meg tőlem, szelíd vagyok és alázatos szívű. Milyen érdekes, hogy ezt tartotta két fontos dolognak a megnyugvásunkhoz, a lelkünk megnyugvásához. Az alázatot és a szelíd szívet. Még csak nem is a szeretetről beszél, nem a békességről beszél. Azok is rettentő fontosak, Jézus beszél nagyon világosan arról, hogy a legfőbb parancsolat például a szeretet, tehát nem lehet kikerülni, de amikor lelkünk megnyugvásáról beszél, akkor az alázat és a szelíd szívről beszél. Arról, ami benne is ott él, és magához, hogy alázatos és szelíd szívű vagyok, magáról beszél. Hogy ezt tanuljuk meg tőle, ezt tanulni kell. Nem ajándék, nem felülről jön, és egyszer csak az életünknek a része lesz, meg kell tanulni, vagyis kőkemény munka, megtérés, hit és a tetteknek a részei. Ez a növekedés, az atya megismerésének a folyamata Jézus Krisztus által. Hiszen amikor tőle tanulok, akkor az atyától tanulok. És ráadásul kaptunk egy csodálatos segítséget az Isten Szent Lelk által, amely folyamatosan itt lehet az életünkben. Ott van a szívedben, ha behívtad Jézus Krisztust. Tehát nincs olyan, hogy elcsöndesedsz, kérded a segítséget, és ha odafigyelsz, akkor a lélek nem fog megszólalni. Megszólal mindenképp, csak előbb-utóbb nem fogod te hallani. Fogod hallani. Van olyan, hogy leterhelnek annyira a dolgok, hogy egyszerűen képtelen vagy, akkor még odafigyel, akkor egyszerűen várakozni kell addig, amíg meg nem hallodsz. Ő szól, csak azt is meg kell várni, hogy te meghalld ezt. A János Evangélium a 16. részében, 12. 13. versében Jézus ezt ígéri, most még sok mindent kellene mondanom nektek, most nem tudjátok elviselni. A testünk nem mindig képes mindent feldolgozni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja el, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti neki. Nem baj, ha nincs hatalmas értelmi képességem. A léleknek van. Nem baj, ha nekem nincs időm, neki van idő ideje rám. Tud foglalkozni velem. Itt az én oldalam kérdés, kész vagyok-e arra, hogy tanuljak tőle. Neki van türelme hozzám. Hisz abban, hogy mivé lehetek, mert hiszen ő álmodott meg, a mennyei atya. És igen, ez a megismerési folyamatban meg szeretne hívni, hogy egyre jobban megismerd az Istent. Ezzel együtt egyre jobban olyan válj, mint Jézus Krisztus. Az atya egyszülött fia. És amikor az Úrhoz igazodunk, akkor ez egy gyümölcsödő életet jelent. Itt a felolvasott igének a 10. verse ezt mondja, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében.
Az Úrhoz igazodó élet az egy gyümölcsöző élet. És ezt most nagyon értsük meg, mert néha ezt félreértjük. Úgy gondoljuk, hogy hívő életben elfogadtam Jézus Krisztust, és élek úgy, ahogy én élek, de ezek a gyümölcsök, meg az igazán nagy dolgok azok, az olyan pluszok, olyan, amit meg lehet ugrani. De a gyümölcs termés a hívő életben, az nem szorgalmi feladat. Az nem egy plusz feladat. Mert a tanárnéni feladott, és meg lehet csinálni valami jó jegyért. Ez a legalapvetőbb életjele a hitünknek. Az, hogy gyümölcsöt terem. Lelki gyümölcsöt terem. Nem egy plusz feladat, amit esetleg én is foglalkozhatok, hanem az egyik legfontosabb része az életünknek, a hívő életünknek. Mert következménye annak, hogy Jézus Krisztusban élünk. Jézus ebben kapcsolatban nem beszélt félre, János Evangélium 15. részének az eleje, ami a szőlőtőke példázatáról beszél, vagy példájáról, ezt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, mondja Jézus, az én atyám a szőlős gazda, helyre tesz mindent. Az a szőlő vesz, amely nem terem gyümölcsöt, énben lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még gyümölcsöt teremjen. Hát ennél világosabb nincs. Nem szorgalmi feladat, hanem az alapfeladatunk. Ezért létezel, ezért vagy ezen a földön, és ezért ismerheted meg Jézus Krisztust, hogy belőle élj, még egyszer, belőle élj. A szőlővesszőnek nem úgy van, hogy valahol van magába, és elvárják tőle, hogy gyümölcsöt terem. Nem tud gyümölcsöt teremni Jézus nélkül, vagy nem tud a szőlőtőke nélkül. Egyetlen szőlővessző, képtelenség, ilyen nincs. Ezért te se próbáld meg. Vagy hát próbálkozhatsz vele, úgyse fog sikerülni. Legfeljebb az, hogy máshonnan összeszedegetsz, és magadra akasztasz valami jó cselekedetnek tűnő dolgot. Valódi lélektől eredő gyümölcs, csak lélekből lehet megélni. És ez nem szorgalmi feladatunk, hanem ez a lényeg az életünknek. Nem ki kell izzadni magunkból, hanem benne kell lennem Jézus Krisztusban. Ennek a következménye lesz ez. A gyümölcs az a lelkedben fogad meg. Nem a tetteknél kezdődik, de a tettekben lesz majd látható. A lélekben fogal meg, de a tettekben érik be. A Galata levélben nagyon világosan beszél, legalább 9 részének erről a gyümölcséről, a lélek gyümölcséről. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Mert ez a léleknek a jelenlétének a következménye. És nagyon fontos, látható és élvezhető. Ezért kell az első mondom, hogy megismerni az atyát, hogy lélekben tudjak járni. Hogy látható és élvezhető legyen az, hogy Isten szent lelke működik bennem. Persze az egészséges életben tudom ezt megtenni. Ha beteg a lelkem, az egy beteg növény nem tud egészséges gyümölcsöt sem hozni. Ezért van szükség arra, hogy Isten meggyógyítson bennünket a fájdalmainkból, a sérüléseinkből. Azt ne vidd tovább, ne úgy tűnsz, hogy most megtalálod a felelősöket, hogy ki sebzett meg, ki sértett meg, ki mondott rosszat rólad, és akkor már majd könnyebb lesz. Nem lesz könnyebb, mert semmit nem változott az, hogy nem tudsz jó gyümölcsöt teremni. Mert meg kéne gyógyulnod. Mármint az Isten által, hogy helyre állhass. És igen, van itt is egy feladatunk. Nagyon részlehajlóak tudunk lenni magunk felé. Abban az értelemben, hogy könnyen felmentjük magunkat, és könnyen tudunk jó pontokat adni. Még azok is egyébként, akik olyan típusúak, hogy a legmaximálisabb dolgot szeretnék maguktól elválni, bizonyos tekintetben még ők is könnyen felmentik magukat, vagy könnyebben látják magasabb polcon magukat, mint mások. Az, hogy a léleknek a munkája milyen az életünkben, az viszont teljesen gyakorlati. Az olyan, hogy látható és érezhető. És igen, hogyha szeretnél növekedni, akkor vedd azt a bátorságot, hogy leülteted a, vagy a családtagokat, ha van olyan, mert úgy élsz, vagy akár még egy munkatársadat, hogy nézd, elmondod, hogy én szeretnék növekedni az Úrban, szeretnék Istennek tetszeni, és tudom azt, hogy melyik azok a területek, amik ebből láthatók. És mondd el, hogy ezekből a szeretet, öröm, békesség, türelem, szív, mi látható az életemben? Te hogy látod ezt? Hogy veszed észre?
Kérdezd meg a családtagjaidat, a munkatársaidat, hogy ezekből ők mit érzékelnek. Szembesülj azzal, hogy ez mennyire valóság az életedben. Akkor se keseredj el, ha ez talán lesújtó lehet, mert akkor tudod azt, hogy onnan kell építkezned. Hogy valamire szükséged van, valami nem jól működik, talán éppen reformációról van szükséged, megtérésre. Nem baj ez, ha ezzel szembesül, jobb, mintha az ítéletkor derül neki, hogy az egészet elszalasztottad, vagy túl későn már. Jobb most szembesülni azzal, hogy hol tartasz. És igen, ki mások mondhatják meg első körben, mind akik körülötted vannak, hogy az a szeretet, amit Istentől kaptál, látható az életedben. Hogy is mondja az igen, hogy ha a mellettem állót, a testvéremet nem tudom szeretni, akkor hogyan mondhatom, hogy szeretem az Isten? Ha tényleg Isten szeretetében élek, aznak lesz következménye. És ez egy kitartó munka. Nem egy egyszeri pillanat, hogy egyszer majd megkérdezem, hanem ez az egész életre szóló küldetést úgy írta, hogy ez egy kitartó és türelmes lélek fog győzelmeskedni. Nem adja fel. Ez egy életre szóló pálya. Egy verseny. Csak nem egymással versenyzünk, hanem önmagammal. És csak a végén lesz az igazi célba érkezés, és hát a legfontosabb az ne add fel, ne adjam föl, mert jó csapatban versenyzek. Ha Jézushoz szegődtem, akkor teljesen jó csapatban vagy. Ezért ne add föl soha. A zsidókhoz írt levél 10. részében van néhány ige, és a héten előkerült pont Józsi bácsinak a búcsúztatásán, hiszen ez is nagyon fontos ige része volt, kedves igéje számára, ami be is teljesedett nagy részt az életében, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesül rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberé vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hité, hogy életet nyerjünk. Ne add fel! Mert jó csapatban vagy, ha Jézus mellett vagy. Mindenféleképpen. Ez türelem és kitartás. Ez egy nagyon hosszú táv, az egész életedre szóló. Nem most kell megnyerned mindent, és ha most nem sikerül minden, az semmi probléma. Amíg Isten ad időt, az arra adta időt, hogy vele együtt egyről a kettőre jussál. Nem másokat kell legyőzni, nem más hívőnél kell jobbnak lenned. Abszolút. Egyszerűen azt kell betöltened, azt a küldetést, amit Isten neked szánt. Mert neki nem csak arra van terve, hogy itt a Földön hogyan használ bennünket, hanem abban, hogy hogyan élhetjük meg azt a szeretetet, amelyben benne van. Erősnek kell lenni az Úrban, ezt mondja. Hát mit is, hogyan élhetem meg azt, hogy erősnek lenni az Úrban? Legtöbbször arra gondolunk, hogy erősnek lenni az Úrban, hogy én nagyon erős vagyok. Nagyon nagy a hitem, nagyon nagy a bizonyosságom, kitartó vagyok, és erős vagyok. De az Úrban való erő egy kicsit másképp szól. Nézzük meg, hogy Pál hogyan szembesült ezzel. A Korintus a második levél 12. részében beszél az ő győzelmeiről, és egyben abban, hogy hogyan élte meg ebben, hogy az Úrban erős. Ha pedig dicsekedni akarnék, mondja Pál, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, mert nem mérsékelem magamat, hogy valaki többnek tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hal. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Hogy is van ez? Pál hihetetlen csodákat tett, de tényleg. Olyan gyógyulások történtek, olyan csodák, ami fantasztikus. Olyan kijelentéseket kapott, ami ma is világít. És eljut odáig, hogy nem az az erő, hogy ő mit ért el, milyen csodákat tett, milyen kijelentéseket kapott, hanem hogy az megengedte, hogy az Isten ereje dolgozik benne, és ő erőtlen legyen. Vagyis rájött arra, hogy nem
elég az ő ereje, és nem is kell, hogy előig legyen. Sőt, ha erőtlennek tűnik, amit szégyellünk egyébként, az ad lehetőséget Istennek arra, hogy az ő erejét megmutassa bennünk. Ha Pál ezt megélte, aki a Szentlélek tüzével élhette az egész életét, akkor valószínűleg az én kis életemben sem kevésbé fontos ez. Hogy amikor föltem, hogy elége az Isten ereje. Persze, lehet, hogy a hitünkkel most a gyülekezet azt mondjuk, hát elég az Isten ereje. De aztán minden fűhöz, fához kapkodunk, meg mindent megpróbálunk a saját erőnkben, mert úgy gondoljuk, hogy mégsem elég az Isten ereje. Mégis kell valami még ezen kívül, mert oké, nem lehet az Isten erejével boltba menni, vásárolni. Mondja ez, aki még nem élt át, hogy de igen, mert úgy megyek a boltba. Hogy megértsem azt, hogy az Isten ereje az én erőtlenségem által igenis munkálkodik. Sőt, igazából akkor lesz nagy bennem. És hogy ki az igazán erős, ez pont azt megnézi, hogy ki az, aki látja, hogy a saját ereje is csak Isten által lehet teljes. Pillantsunk bele Dávid életébe, amikor az első nagy nyilvános, majdnem azt mondom, hogy nyilvános megmérettetése készül Góliáttal szembe. Ott van a csatatér, ahol egy hatalmas harcos gúnyolja Izrael seregét, amiben ott vannak Dávidnak a bátyja is, ő még fiatal és nem mehetett a csatába, de elvitt elemmózsiát, elvitt ennivalót a testvéreinek, és akkor látja, mi történik, és abban csöppen bele, hogy senki sem mer kiállni ezzel a hatalmas óriás ellen. És akkor ezt mondja Saul a királynak, ezt mondta Dávidnak, amikor Dávid jelentkezik, hogy ő már pedig kiáll, mert nem lehet azt, hogy Isten gúnyolja valaki. Nem mehetsz, mert hogy megívezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harcos szokott ember ifjúkora óta. Akkor folytatódik a történet. Dávid azonban így felel Saulnak, pásztor volt a te szolgád, apja juhai mellett, ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából, ha pedig ellenem támadt, és megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, és megöltem. Ez olyan, mint egy dicsekvés lenne, nem? Elmondja azt, hogy én azért nem vagyok semmi, pásztor voltam, és valóban átélte ezeket. De nézzük meg, hogy hogyan gondolkodott ezzel, hogyan jutott ebből a tapasztalatból az, hogy kiálljon a Góliát ellen. Leterített a medvét, a te szolgád, az oroszlánt és a medvét, és úgy jár majd ez a körülmetlen filiszteus is, mint azok, mivel csúfolták az élő Isten seregét. És nézzük meg, hogy mire alapozza ezt. Szóval ezt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felel Dávidnak, hát menj, az Úr legyen veled. Itt derül ki, hogy ez nem egy dicsekvés volt a részéről. Ő úgy gondolta, hogy amikor az oroszlánnal küzdött, akkor az Úr volt vele, és az Úr adott erőt neki. Amikor medvével, akkor szintén. Átélte azt, hogy a hétköznapok harcaiban ő állt helyt, és mégis az Isten adott neki erőt. Na ez az Isten megismerése. Hogy a legegyszerűbb dolgokra is az, hogy felkelek, elindulok, megteszem a dolgaimat, látom azt, hogy az Istentől van az az erő. Hogy elég nekem az Istennek az ereje. Kiderül, hogy neki sokkal nagyobb az ereje, mint amit én gondolok, és az enyém nem független talán tőle. Ez a hitnek a látása, ami Dávid magáévá tett otthon először, hogy utána a csatában is kimerjen állni. Aztán majd később láthatjuk. Nem mentette meg minden bűntől ez az életét. De azt igen, hogy az Isten szerint való egyre inkább megismerje őt, és olyan csodálatos, akárcsak zsoltárokat írjon, ami előttünk van ma is. Hogy az Úrnál van az erő. És arra hív bennünket ez az ige is, hogy ennek a része az a szolgált, amikor Istennel megbékülünk. Hogy békesség Istennel, ami azt jelenti, hogy megbékülök önmagammal, nem is olyan egyszerű. Isten nélkül nagyon nehéz önmagunkkal megbékülni, hogy miért olyan vagyok, amilyen, miért úgy nézek ki, és lehetne tovább sorolni a problémáinkat, és másokkal is. Ez a 21.-22. versben olvasható, a felolvasott igénybe, Kolossi első rész 21.-22. vers, titeket is, akik egykor Istentől elidegenültettek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt,
ennek ellenére, ugye, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mind szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Tehát Isten megismerésének az alapja az, hogy tényleg békességgel jutok az Istennel. Akivel békében vagyok, azzal nem akarok háborúzni, nem akarok harcolni. Van mi ellen harcolnunk. Ez a bűneink ellen, a rossz természetünk ellen, a gonoszságaink ellen, amellett kell harcolnunk. Ott nincs békekötésnek helye. Ott van, hogy milyenek is voltunk, milyen gondolkodásúak. Az a probléma, hogy nagyon sokszor megalkuszok a hibáimmal, a bűneimmel, és azt mondom, hogy legyen most tűzszünet, nem harcolok ezekkel. Csak az a probléma, hogy nincs. Ha megalkuszok, és nem harcolok ez ellen, akkor abban a pillanatban elkezdődik egy harc onnan, az Isten ellen és emberek ellen. Azonnal. Amikor emberek ellen kezdesz el harcolni, azt jelenti, és nagyon jó hőmérő, hogy nem harcolsz a saját bűneid ellen. A saját gonoszságod ellen. És azt az erőt, ami arra kéne fordítod, mások ellen harcolt. Amikor rájuk panaszkodsz, velük van problémád, azt jelenti, hogy magaddal nem rendezted le. Jézus ezt egyszerűen elmagyarázta azt, hogy hát meg fogod látni a másik szemében a szálkát, miközben ott a szemedben a gerenda, ami az egész szemedet kinyomja. Azt jelenti, hogy ha azzal törődsz, akkor a magadéval nem törődtél. És a békesség azt jelenti, hogy nem akarok harcolni másikkal, mert a jobbát szeretném munkálni. Nincs miért harcolnom. A Zsidókhoz írt levél 12. rész 4. versében, ezt ugye már a bűn ellen való harcban még nem mondottatok a véreteket, nem jutottatok el a végéig. Itt nincs békekötés a bűn elleni való harcban. Amikor békét kötök a bűneimmel, az ellenségeskedés lesz az Istennel és az emberekkel is. De nem erre hívott el az Úr. És az alapboldogságunk lényege az egyike az, hogy ez a béketeremtés ott legyen. Máté 5.9-ben a boldog mondások egyik alaptétele, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Mit mondtuk? Megismerni egyre jobban az atyát. Isten fiának lenni. Ez hozzátart. Tehát nincs olyan, hogy ez ne tartozna hozzá, hogy béke embere légy. Nem az álbékességnek, nem meg az, hogy szeressük egymás gyerekek szinten, hanem valódi béketeremtő, mert itt az, hogy a békét teremtenek. A Zsidókhoz írt levél 12. rész 14. verse így fogalmazza ezt, vagy így viszi tovább. Törekedjetek mindenki iránt a békességre, ez a mi oldalunk és a szent életre, még akkor is, hogy ezt nem viszonozzák, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. És igen, ez egy gyakorlati teendőt hoz megint hozzánk, itt a végén lezárva ezzel. Róma 15.2-ben ezen a héten úgy a szívembe helyeződött nagyon ez a segítségünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Ezt is egy kicsit értsük meg. A fele barát szó szerint itt azt jelenti, hogy az, aki ott van melletted, aki elérhető, a szomszédod, a családtagod, mindazok, akik melletted állnak, akik vele. És nem úgy kell keresni a kedvét, hogy kiszolgáld őt, mert nem erről van szó. Itt szó szerint arra, hogy a jóért, amit az Isten adott, azért legyen az életedben figyelemmel a családtagod, a szomszédod, a munkatársad, akikkel vagy. Hogy odaszánt ezen a héten is magadat arra, hogy a lélekre figyelve megnézed azt, hogy Isten mit akar jót a szomszédodnak. Isten, kérdezgesd. Lehet, hogy te semmit, mert annyit bosszantott már, de hát, ha az Isten akar még. Mit akar javára a munkatársadnak, vagy éppen a családodnak, a családtagjaidnak? Minél többet elé állsz és kérdezgeted, annál többször kapsz választ majd. És hát akkor visszatérve az elején az ima listádra, ezt mindenki maga írja meg. És ez az, ami nem tartozik egyébként másra. Majd a következmény esetleg látható lesz. Hogy kinek mennyi, meg kinek van a szívén. Nem itt a gyülekezetben fogjuk ezt megérezni elsősorban, hanem a családodban és azokon a területeken, akkor helytállunk. Mert a reformáció erre hívott el, hogy Istennek valódi szolgálatában állhassunk, az ő gyermekei legyünk, a családjának a részei. Hogy az áldások, amiket elkészített, az valóban rajtunk keresztül is kiáradjon. Mert meg kell értenünk, hogy áldás vagy. És ezt nagyon sokszor el kell mondani.
áldás vagy, mert Isten úgy döntött Jézus Krisztusban, nem átok, nem rossz, hanem jó. Áldásnak hívott el, hogy áldást lehessél, hogy betöltsük ezt teljesen. Amen.